Kedves Lionsgate, remélem mostanra már rájöttél, hogy ezek a videók csupán filmbemutatók, amikkel neked csinálok ingyen reklámot, úgyhogy kivételesen ne uszíts rám a copyright fantomot. Örök hálám. Na akkor csapjunk is bele az epizódba. Let's roll! A film elején egy fickót látunk, aki egy hordozható vasszűzzel a fején üldögél. Azonnal tegyétek őket a vasszűzre! Iron Maiden? Zseniális! Nem sokára a Jigsaw babája jelenik meg a tévéképernyőjén, aki elmondja, hogy Michael azért került ebbe a kellemetlen szituációba, mert meglesett másokat. Éppen ezért fogvatartója a szemébe helyezte el a csapda kulcsát. De Misi már régóta szeretett volna kipróbálni egy akupunktúrás kezelést a krónikus arcidegsábájára, ezért hagyja, hogy lejárjon az idő. És hát végül is elmúlt a problémája. Fűrész 2. A két fűrész. Ezután Eric Matthews nyomozót látjuk, aki épp a fiát hozza ki a kóterből, aki hálából elküldi a fenébe. A papát ezután Michael hullájához riasztják, amit a gyilkos egyenesen neki címzett. Eric este megálmodja, hogy a csapdán volt egy márkajelzés. Ezért a zsaruk másnap behatolnak a gyárba, ahol a baba fogadja őket, aki félig Chucky, félig meg Joker. Néhány rendőrnyivel később rátalálnak az öreg kirakósra, akiről kiderül, hogy egyre betegebb. Hát már nem csak az elméje, hanem a teste is. Az elmondja, hogy Eric fiát és még néhány versenyzőt bezárt egy posztmodern szabaduló szobába, ahonnan 2 órájuk van kijutni, máskülönben elbukják a 400 forintos Tesco utalványukat. És persze az életüket is, de hát utalvány nélkül minek is élni. Ezt követően a fogvatartottakat látjuk, akik között ott van Amanda, akinek egyszer már sikerült túlélnie fűrészbá csapdáját. Tapasztalt játékosként megkeresi a szallagot, ami az aktuális szabályokat tartalmazza. A gyilkos közli, hogy éppen egy mérgező vegyszert lélegeznek be, és hogy 2 órájuk van ellenszert találni. Ami többek között az előttük látható széfben is van. A kód pedig az elméjükben található, amit a szivárványon túl tudnak majd helyes sorrendbe állítani. A madarak is csiripeltek, a kutyák ugattak. Sőt, ha jól láttam, a fatövében a mókus a teknőssel kefélt. A kazetta mellett van egy kulcs, amit az üzenet szerint nem szabad az ajtózárjába dugni. Izom elvtárs persze azonnal megpróbálja kinyitni azt, minek hatására egy pisztoly fejbe lövi a kukucskálónát bámészkodó űrgét. A többiek megkérik Amandát, hogy ugyan árulja már el, hogy kitartja őket fogva. Mire az elmondja, hogy... Fuzri, a gyilkos! Ekkor kinyílik az ajtó, így a játékosok felfedezhetik a ház többi részét. Tiszta Resident Evil. Xavier barátunk rábukkan egy szegekkel kivett baseball ütőre, amit hívjunk csak Lucille 2-nek. Aztán rátalálnak a kijáratra is, de azt sem a kulcs, sem Lucille 2 nem nyitja. Ezután lemennek a pincébe, ahol van egy hulla, aki biztos egy youtuber volt, aki Lionsgate filmeket dolgozott fel. És valaki rászegezett egy Obis bevásárló listát is. Kiderül, hogy Obi az egyikük neve, és a neki szóló kazettán fűrész elmondja, hogy ő segített neki elrabolni a többieket. A felvételről az is kiderül, hogy a közeli sütőben van pár ellenszer, amiért Obi-Wan be is mászik, de azonnal utoléri az instant karma, amiért hagyta Darth Vadert elégni a Mustafáron. Oh, I hate you. Puzli ez alatt elmeséli a nyomozónak, hogy amikor rájött, hogy rákos, öngyilkos akart lenni, de túlélte, és másokban is fel akarja kelteni ezt az ösztönt. Hát milyen önzetlen. Törpikék ez alatt megint találnak egy ajtót, ahol egy újabb kazetta kerül elő. Abból kiderül, hogy Xavier egy drogdíler, ezért egy fecskendőkkel teli verembe kellene turkálnia. De a fickó jófej módon Amandát dobja bele. A lány ugyan megtalálja a kulcsot, de az idő lejár, mielőtt a tahó kinyithatná vele az ajtót. Jigsaw addig elmondja, hogy az összes foglyot Eric tartóztatta le, méghozzá hamisított bizonyítékok alapján. Mert egy szar ember.
Oda át a mókaházban, Xavier az egyik hullatarkóján talál egy számot, majd fejbe tossza a néger csókát, hogy az övét is megnézze. Akkor tehát nem az elméjükben, hanem az elméjük mögött található a kód. A szivárvány pedig arra utal, hogy a számokat a színük alapján kell sorrendbe állítani. Erre amúgy nem igazán térnek ki a filmben. A többiek találnak egy X-et, ami mögött egy fénykép van. Az Eriket és fiát ábrázolja, így mindenki számára világossá válik a rokoni szál. Ebbe az infóba a szőkenő bele is hal. Xavier tovább gyűjtögeti a számokat, de én nem nézném ki belőle, hogy egynél többet meg tud jegyezni. De a rózsaszín pólós csaj sem állt sorba, amikor az észt osztották, mert csapdába ejti a legegyszerűbb egérfogó elvén működő kelepce. Eközben Erik, széjjel és Sana veri a játékmestert, aki cserébe elviszi őt a helyszínre. Útközben pedig kér egy filmet, amit szívesen látna a Roldemol epizód formájában. Az utolsó ház balra. Amanda ez alatt észreveszi, hogy a széf alatt van egy ajtó, amit a film elejé kulcs nyit. Nem sokára a rendőrök is megfejtik, hogy honnan jön az adás. Behatolnak az épületbe, de valamiért nem látszódnak a képernyőn. Amandáék addig átérnek a fűrész egybe, de Xavier is ott van a nyomukban. A némi szóváltás után a srác kinyír. És egy kisé szomorú, hogy ebben a filmben ennyi volt a boss fight. Szomorú boss fight. Kiderül, hogy a monitorokon nem is élőkép, hanem egy felvétel volt látható. Erik papát meg beoltja száj és körömfájás ellen a sertés, így ő is a játék része lesz. Vagyis hát eddig is az volt. Ez alatt lejár az idő, és Jigsaw irodájában kinyílik egy széf, amiben a játékot megnyerő fiú van. Vagyis Eriknek csak meg kellett volna várnia, hogy leteljen a két óra, és visszakapta volna a fiát. Persze a papa is megkapja a saját kazettáját, amiben Amanda elmondja, hogy ő egy beépített ember volt, és mindvégig Jigsaw kezére játszott. Majd azt is elmondja, hogy... Game over. Hát azért ez Kramerhez képest elég vérszegény volt. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel, ha pedig nem tetszett, akkor is köszönöm, hogy megnézted. I hate you.